Itt vagyunk a Tihanyi Bencés Apátsági templom altemplomában, ahol szeretném bemutatni a mostani felújítást megelőző műemléki megfigyelések, kutatások kiinduló pontjaként a mai állapotot. Ez az állapot az 1953-as felújítás során alakult ki, amelyet kutatás előzött meg. Akkor az 1889-es nagy helyreállításnak a gyakorlatilag az elbontásával kutatták meg az épületrészt. Ezt a felújítást a templom rossz állapota indokolta, ami ugye a II. Világháború után egy hosszú ideig fennállt, és 53-ra jutottak el odáig, hogy erre a felújításra sor kerülhetett, de magát a kutatást, bár rövid idő alatt, de nagyon szakszerűen végezték el az akkori műemléki szervezetnek a munkatársai. Ennek során az 1889-es kifestést és felületeket szondázás után eltávolították. Ma már ezt nem így tennénk, de ennek a munkának a során láthatóvá váltak a felületek teljes mértékben, és ennek a megfigyelése, részletes alapos megfigyelése kutatói jelentésekben rögzítésre került, illetve felmérési rajzok készültek. Az altemplom a mai állapotában ezt a kutatást követő helyreállítás során alakult ki, tehát akkor a kérdéses pontokon az akkor meghatározott formákat látjuk. Mostani kutatásnak az első lépéseként ennek az 53-as kutatásnak a dokumentációját kell tüzetesen áttekinteni, ugyanis nem közismertek ezek az adatok, amelyeket akkor megismertek. Mivel az 50-es években még nem volt olyan kialakult módszertana a kutatásnak és a dokumentálásnak, mint ahogy most alkalmazzuk ezt, ezért nincsenek például olyan felmérési rajzok, amelyek ezt egyértelműen hitelesen számunkra igazolják az akkori megállapításokat. De ami van, az alapos és szakszerű, tehát ebből tudunk kiindulni, és ez megengedi azt, hogy ezt az amúgy igényes és jó minőségű helyreállítást ne kelljen túlzott mértékben megbontanunk. A szondázás során célzottan kutatói kérdésekre, hiányosságok pótlására fogjuk koncentrálni. Ilyen a boltozat kialakítás, az altemplom nyugati homlokfalának a középső szakasza, az ottani korábbi nyílásnak a feltárása, felmerült még az északi falon a körablaknak az építéstörténeti kérdése, illetve egy második fázisban esetleg ki tudjuk terjeszteni a kutatást a lejárók, illetve a barokk kripta felőli vizsgálódásra, de ez egy nagyobb belebontást igényel, ez majd a régészeti feltárás eredményeinek ismeretében esetleg sorra kerülhet még. A látható középkori részletek az 50-es évekbeli tisztítás után elsőként ugye a pillérek tűnnek fel, amelyek vörös homokkőből készültek, nagyon durva megformálásúak. Hozzá kell tenni, hogy későbbi átfaragás nyomok is láthatóak rajtuk. Ezek részben szerkezeti elemeknek a befogására szolgálnak. Főhajó közép részén nyilvánvalóan összefüggött a középen található kiemelt helyzetű sírral. Valamiféle rekesztőnek a nyomait láthatjuk itt a lábazaton, ebben részben a pillértörzsön. De láthatók itt egyéb nyomok is, a pillértörzseken nagyobb bevésések, amelyek szintén valamilyen szerkezetbefogására lehettek alkalmasak. Ezeknek a tüzetes felmérése, megvizsgálása az most sorra fog kerülni, itt a újabb kikenések tisztításával. Még egy érdekes jelenség van, amit egyelőre nem vagyunk biztosak benne, hogy hogyan értékeljünk. Ilyen vas ékek találhatók a dobok között, és ezek a pillérek úgy épültek, hogy nagyméretű, nem is egyforma vastagságú dobokból állították össze őket, és ezek mindig fugában találhatók, ezek a vasak. Hogy ez utólagos szerkezetbefogása, vagy magához az építkezéshez tartozik, ezt szintén majd restaurátorral közös megfigyelés segíthet eldönteni. Korai boltozati rendszerhez tartozó támaszformákat látunk az oldalfalakon,
A korábbi szondázásból tudjuk, hogy az oldalfalak törtkőből, vegyesen lapos szürke törtkő, illetve vörös homokkőből falazottak. A falpillérek pedig egyszerű hasábos pillérek, lábazat és fejezet nélkül. Erről indult a boltozat, ami ugye kérdéses, hogy eredeti formájában milyen lehetett. Itt a Tihanyi altemplomban az eredeti 11. századi építészeti formák megismerésében vagy elképzelésében segítségünkre lehet egy másik egykorú és hasonló szerepű épület, ez pedig a Veszprémi Székesegyház és annak is az altemploma. Nagyon sok hasonlóság mutatkozik a két emlék között minden tekintetben. Egyrészt a királyi megrendelő miatt, tehát ezek kiemelt emlékek. Másrészt a datálás szempontjából Veszprémben a legkorábbi kutatási eredményeket kőfaragványok elemzésével lehetett vázolni. Ez 63 táján volt ez a kutatás. Ezt követően 65-ben került sor itt Tihanyban a homlokzatok felújítására, ahol ugyanaz a kutató, aki Veszprémben dolgozott, nevezetesen Tóth Sándor, aki akkor a Veszprémi Múzeumnak volt a munkatársa, dolgozott itt a homlokzatokon. És az az érdekessége az altemplom homlokzatának, hogy ez ugyan barokk falazat, amit itt találunk, de ahogy nagyon sok helyen előfordul, a középkori faragványokat másodlagosan felhasználják ezekben a falazatokban. Egy olyan kulcsdarabot sikerült szerencsésen megtalálni, ami a két emléket még jobban egymáshoz közelíti. Ugyanis egy olyan palmettás faragványról van szó, ami egy nagyon speciális motívumot hordoz, egy kétsoros kompozíciót, ami ebben a formában a legszabatosabb szerkesztéssel ezen a két helyen fordul elő, tehát nagy valószínűséggel időben is közel állnak egymáshoz. Szintén hasonlóság a két épület között az alaprajzi elrendezés, az arányok. Itt a boltozási rendszer is mutathat hasonlóságot. Veszprémben a faltagolást sikerült az altemplomban megfogni, hasonló, a Tihanyihoz hasonló, egyszerű falpilléreket találunk ott is, amiről ott valószínűleg egyszerű hevederek indultak és élkereszt boltozat. Veszprémben ennek a boltozatnak a homlokívét is sikerült feltárni, ott az altemplomi lejáróban ez megfigyelhető. Az altemplomi kutatásokkal párhuzamosan most a részben az apátsági épület, részben a templom homlokzata is felújításra kerül. Ennek során a meggyengült vakolatokat elbontják. Itt szintén volt lehetőség a korábbiakban kutatói megfigyelésre. A templom homlokzatán 65-ben, az apátsági épületen pedig folyamatosan az elmúlt időszakban, ez utóbbit Haris Andrá és László Csaba végezték. Mindkét esetben végeztek megfigyeléseket, amelyek építéstörténeti vonatkozásúak, tehát falelvállásokat, építési periódusokat határoztak meg. Ez a templomon például egyértelműen látható, az északi oldal homlokzaton a két barokk periódusnak az elvállásában. Illetve mind a két esetben törekedtek arra, hogy a másodlagosan felhasznált középkori faragványokat azonosítsák és kiváltsák ezeket.